Magyar Államkincstár új mobil applikációját próbálgatják a diákok a Kölcsey Ferenc Gimnázium rendhagyó osztályfőnöki óráján. Csapatokba rendeződve versenyeztek, ki a legfigyelmesebb és ki rendelkezik a legátfogóbb tudással. A gimnázium tanárai és diákjai mindig örömmel próbálják ki a technológiai újdonságokat. A nyitottságunk abban rejlik, hogy a fiataloknak a pénzügyekkel, a gazdálkodási ismeretekkel, a vállalkozási ismeretekkel kapcsolatos tudását mindig igyekszünk gyarapítani. A helyzet azonban az, hogy azért ez nem csak a pedagógusokon múlik, ehhez mindig kellenek külső szakmai mentorok, támogatók, és én nagyon örültem annak, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Magyar Államkincstár megkeresett bennünket ezzel a programmal. Tulajdonképpen itt egy mobil applikációt fognak megismerni a gyerekek. Annál is inkább örülök neki, hiszen a Kölcseiben most már évek óta wifi hálózattal lefedett az épület, ezt a gyerekek is szabadon használhatják. Most a nyári szünetben volt egy Európai Uniós fejlesztésnek köszönhetően a teljes wifi lefedettség megoldódott az épületben. Ez pedig lehetővé teszi, hogy bármikor hozzáférjenek a Magyar Államkincstár applikációjához. 2013-ban indult el a webkincstár szolgáltatás kiegészítéseként az állampapírforgalmazás elektronikus csatornája, a mobilkincstár. 2016-ban pedig ez bővült tovább a játékkincstár modullal. A játékkincstár alkalmazása letöltése nagyon egyszerű, tehát mind épül, mind pedig a Google Pay-jel letölthetőek, ezeket tudjátok használni. A játék típusok vannak, gyors játékok, illetve küldetéses játékok. Mai nap folyamán a küldetéses játékon fogtok részt venni. A gyors játék az különböző nehézségi fokozatokkal vannak beállva. Van a szókiradó, párosítás, memória, igaz-hamis, illetve kvízjátékok, amit próbáltunk úgy kiválasztani. Hát nem tudtuk, hogy először a tyúk vagy a kakas van először, illetve a tojás, ezért tehát mi úgy gondoltuk, hogy ami könnyű, az a tojás, a közepes szinterőség még a csibe állapot, és akkor a nehéz állapot pedig egy szép nagy kakas, ami nem gal kakas. A játékkincstár modul már a legfiatalabbak pénzügyi és megtakarítási ismereteit bővíti célzott játékos formában, hogy a gyerekek körében is hozzájáruljon a tudatosabb pénzügyi és befektetési kultúrához.